Miként híradónk is beszámolt róla, kigyulladt egy családi ház vasárnap hajnalban Pakson, a Dunakömlődi utcában. A házban egy 60 év körüli férfi élt egyedül, úgy tudjuk, áldatlan állapotok között. A tűzoltók az ő holttestét találták meg a kiégett ingatlanban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a férfi megpróbálta kimenekülni az égő épületből. A hatóság számára nem volt ismeretlen a tolószékes férfi, mindenféle ürüggyel kihívta a tűzoltókat. A szomszédok szerint sokszor csinált téves riasztást. Előfordult, hogy azzal hívta ki a tűzoltókat, hogy meteorit csapott a házba. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy a mostani végzetes tüzet mi okozta, továbbá a rendőrség közigazgatási hatósági eljárást indított. Ilyenre akkor kerül sor, ha nem teljesen tisztázott a halál körülménye, mondja Komlósiné Kis Anett szóvívő. Hát azokban az esetekben indítanak, amikor úgynevezett rendkívüli halál következik be. Tehát valaki közterületen veszíti életét és megállapítást nyer, hogy nem feltétlenül valamilyen betegségből adódóan, tehát szívinfarktusból vagy agyvérzésből adódóan veszítette életét, vagy olyan esetekben, amikor valaki öngyilkossági szándékkal kiugrik egy háznak a felső emeletéről, vagy akár az első emeletéről, vagy önakasztást hajt végre, illetve olyankor, amikor ismeretlen holttestet találnak a Dunában, vagy valamilyen közterületen. Tavaly egész évben 134 lakástűz történt Tolna megyében. Ezek közül két esetben derült ki, hogy a lakó szándékosan okozta a tüzet. Ezt már Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője mondja, a hatóság a szándékosságot tűzvizsgálati eljárás során vizsgálja. Ilyet azonban csak akkor indítanak, ha a tűz miatt valaki meghal, vagy ha a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy ha azt a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja. Tolna megyében egyébként az idei első 4 hónapban jóval több lakás égett ki, mint 2018 azonos időszakában, hiszen már most annyi eset történt, mint tavaly 6 hónap alatt. Mindez idáig a számuk 64, tehát a mai napig. Összességében elmondható, hogy a tűzeseteknek nagyjából a 20%-a az, ami lakóépületben keletkezik. A vezető ok még mindig a konyhában keletkezett tüzek, illetve az elektromos berendezések tüzei. A szóvívő azt mondja, égő cigaretta miatt kevesebb lakás égett ki az elmúlt időszakban, mint korábban, de még mindig dobogós helyen áll a tűz keletkezési okai között.